Na, sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek. Na, nagy nehezen megtaláltuk szófatelyen. Itt a tároló vágányon a vonatunkat. Nem tudom, hogy karolom vagyunk, csak szólunk. 76, az első vágányon vagyunk jelenleg. Második? Ja, majdnem, hát késő este van már, ilyenkor nem tudok gondolkodni ennyire. De megvan minden is. És akkor csak mutassam, hogy van USB, meg connector is van, tehát laptopozni is lehet, a telefont is lehet tölteni. Az indulás az még egy kicsit odébban, de hát ez lesz majd a szövevényünk. Még nincsen rajta mozdony se, de... Valószínű, hogy van rajta, mivel megy a klíma. De a szerelvényeink azok már megvannak, úgyhogy előbb-utóbb el fogunk indulni. Mozdony az kell, hogy legyen rajtunk, mivel megy a klíma. Hát éjfél után 10 percen kéne menetrend szerint indulni, hát addig még bőven van idő. Úgyhogy most éppen mi is a felszálltunk a vonatra, de hát ez lesz majd itt a helyünk. Na, csak megmutassam. És hát ennyi, tehát akkor most hamarosan el fogunk indulni. És majd valamikor holnap késő este megérkezünk. Akkor hát elvileg román idő szerint 19.39-re kéne, hogy Csíkmadarasra érjünk. Csak annyi baj, hogy az ablakot nem lehet elhúzni. De hát van légkondi. Ja. És akkor tájékoztatásról így néz ki a szerelvényünk. Igen, és itt vannak leúsztató ablakok. 2, 3, 4, 6 kocsi. 7. És mi fog minket húzni? Mozdony, hát mi? Külvány mozdony. De elvileg most azért nem rég avatták fel a Tamási Ádon mozdonyt, ugye a kettes taxot, tehát valószínűleg a keletitől azt beszállt minket. Keletiből majd az lesz, mert ugye ez most bakra fog menni, majd bakra fogunk menni, azt majd a másik végére. A traktor fogják rátolni a két étkezőt, meg a székely gyorsak a szerelmét. Ja persze, hát lesz egy büfékocsi is a kezdékeletében. Nem, egy, kettő. Kettő? Kettő. Két büfékocsi, meg a székely gyorsak a szerelménye. Na, amúgy, ha megnézed, traktor van. Ja persze, egyesítve lesz, igen, a székely gyors, meg ez. Amúgy, ha megnézed, traktor van ott elején. Na, mindjárt megnézzük, hogy melyik. Oszi túrós. Akkor ez fog minket vinni a keletig. Ja. De meg úgy bakron menjünk, azt a krújtolját. Gyeseves, ez is sportszelet. Arra felem meg tolatnak. Saturday Place éjszaka. IC szerelvény, szerintem a reggeli elsőnek, a első IC-nek a szerelvényét. Jó, nyilván azt össze fogják rendezni, hát ilyenkor már milyen vonat menne késő este. Félre tolták, hallottad, hogy szosszant ott van köztel valószínűleg a tolatás vezető. Hallottam. Most félre tolták azt az egy kocsit. Most jelenleg még nincsen is. Ez pont ugyanolyan, ami a miénk. Ablakokat sajnos ugye nem lehet lehúzni. Így jelent. Majd találjon legközelebb. Ja, hát igen, a mögöttünk lévő vagomban ott lehúzható ablakok vannak. Igen, ott nem BPM kocsik vannak, hanem BPM kocsik vannak. Az esélyek itt vannak. Szombathegy, keleti Bihar-keresztes Máté falva. Ez egy kocsik, azok amúgy sima klímások, ezek a BPM kocsik, ezek viszont légforgatósak. Azért is van rajtuk leúszható orvok, de viszont én jobban szeretem volna, hogyha ilyenbe kerülünk, de hát így jártunk. És itt még alig vannak a vonaton, mert Szombathelyen kevesen szállnak föl, majd a keletiben lesz a nagy tömeg. Hát meg, hogyha azt nézzük, még majdnem több mint egy óra van az indulásig, úgyhogy... Még jó, hogy kevesebb vagyunk. Most meg ez a felújított BPM kocsik voltak, ez meg majd egy nincs felújítva. Még már vannak, úgyhogy... Köszönjük! Na itt vagyok. Nem értem a vár. És akkor ezt érzétek, még egy vagon van itt errefele. Ez is BPM Z-kocsi. Ami most még tök üres, de ez nekünk most jó, már most tudjuk filmezni. Legalább az egész Csíksomi Express, azt most már tudjuk, hogy az egész DVA kocsikból van kiállítva. Meg egy DVA kocsikból. Engem biztos, hogy nem. Bázz lesz a vonógépünk. A tegnap felmaszizázott Tamási Áron. Kettes laxi-boxi.
folyamaton. Kezdjük azzal, hogy működve megjött át a szemlélet kiáradásával ületére, aki a rosszövetség szerint a számú, tehát a törvény hatásnak a napja. Úgy vagyis kezdeni mondta, hogy mindenki örülök. Salom. Aztán áttérjük az új szövetségbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán következik egy az Isten. Aztán áldás, békesség. És hajrá, Magyarok! 15 órás utazás előtt állunk, hogy mindenkinek mindenek előtt kellemes utazást kívánunk a 15 órának a jó érzését. Reggeli hajnali utazás kivényegésért, és azt, hogy kezdjük majd ilyen hatalmas átszellemből valahogy este egészen más vidékre fogok megérkezni. Ez vagyunk, Daniel is.
De van, akinek még hideg söne is van. De nálunk az már hiányzik. Utolsó hideg. Utolsó hideg sön. De az, azért nagy dolog, hogy most még ott is jég hideg. Hát igen, nem tudom, hogy csináltad, hogy hajnál volt egy hideg. A másik legalján volt, hogy befolyadjál, hogy nem volt szerintem. Igen, és egyébként teltházzal megyünk, mint látszik. Sok is így elfogyasz. Főleg, hogy van egy kobócák, aki időnként kiborít egyébként, mert úgy gyorsabban fogy. Köszöntelek benneteket a Városművelődési Központja nevében. Itt a keleti végeken, a szomszédságunkban lévő Gyergyószárhegyi Lázár kastély árnyékában, Európa legkeletibb reneszánsz emlékének közelében. Vas Albert halhatatlan szavaival köszöntelek benneteket. Fiam, szabadság az, amikor hazatérhetünk mindannyian. Kedves jó zarándok testvéreim, ti most ide nem turistaként jöttetek, hanem haza jöttetek. Úgy, ahogy bárhol a Kárpát-medencében magyar ember megfordul, és sokan viselik is a ruhájukon a jeligét, a feliratot, magyar vagyok, nem turista. Mi mindenhol ezek vagyunk. A Kárpát-medence határai a történelem során bár sokat változtak, de a nemzetünknek az egysége a nyelv és a kultúrán keresztül, a közös műveltségünkön keresztül, a közös több évezredes ősiségünkön keresztül mindig megmaradt. És meg is fog maradni, hiszen az az egység, amit most a jöveteletekkel ápolunk, amit a jelenlétetekkel ápolunk, az örök, és soha nem fog elfogyni, soha nem fog megszűnni. Ma a Nemzeti Összetartozás napjának vigíliája, előestéje van. Ezen a vigílián arra gondolok egy picit, hogy a holnapi napunk milyen csodálatos egybeesés, ez az új találkozás a járványhelyzet után milyen csodálatos alkalom arra, hogy kifejezzük a nemzetünk együvé tartozását. Nemzeti Összetartozás napja a csíksomlyói fogadalmi búcsunk ünnepén. Ennél szebb alkalmat nem is tudnánk elképzelni az új találkozásra. Azt kívánom, kedves zarándok testvéreim, hogy ez az új találkozás legyen egy megerősítése a nemzetünknek, legyen egy megújítása az ősi fogadalmainknak, hiszen az, amit őseink több évszázaddal, több évezreddel ezelőtt megfogadtak, az elévülhetetlen és elfogyhatatlan. Mi a nyugati kultúrát kellő módon kell éljük, és kellő módon kell a magunk kultúrájába beleépítsük. A mi ősi gyökereink, azok kell megtartsák az identitásunkat, azok kell megtartsák az egyéniségünket, és a megismételhetetlen egyedi műveltségünket. Ez a műveltség és a boldogságos Szűz Máriába vetett hitünk legyen a jövőnknek az áloga. Pax et bonum, béke és jóság! Most tisztelettel felkérem
a Szent István erekjéinek átvitele plébánia plébánosát, főtisztelendő Keresztes Zoltánt, hogy szóljon hozzánk, tarisznyáljon fel bennünket gondolataival, imáival és áldását kérjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldja meg! Békesség Isten! Tudom, hogy csinálni.
Hálla, Csík Paradise City, megérkeztünk. Na, csak a szarasodunkat kéne megtaláljuk. Megfogjuk. Keresik a szállásodunkat. Csík madarasra. Hát a jó Istennek hálát kell adjunk, hogy újra találkozhattunk végre két év szünet után. Nem tudjuk azt az örömet kifejezni, azt a reményt, amivel ugye vártuk ezt a mai napot, hogy ismét újra fogadhassuk a zarándokonatról érkező kedves vendégeinket. Kedves zarándok testvéreinket, Isten hozta önöket újra Csík Madarasra. Nem győzök elég hálát adni, és a hála sorozatokkal kezdem. Ugye lassan 18. éve, hogy szervezem Csík Madarason a helyi vendégfogadást. Ez egy nagy mérföldkő. A nagy köszönet az a miskolci csoportnak muszáj, hogy elmondjam, 15 éve járnak vissza hozzám. És köszönjük Gyula, Marika, hogy mindig szervezitek, és újra visszajöttek hozzám. Akit nem hall a nagyvilág, mint porba hullott van, mint a kölyök.